Sziasztok, Varjorik! Hosszú tesztelési időszak után vágok bele ebbe a videóba. Hónapokon keresztül érlelődött bennem, hogyan lehetne bemutatni ezt a különleges lámpát. A Varjorix önmagában is tekintélyt parancsoló. Az elérhető kiegészítőkkel azonban egy nagy rendszert alkot. Ha úgy tetszik, moduláris. Pontosan ezért a vadászok és rendészeti szervek is felfedezték maguknak az egész világon. De mitől lesz ennyire sikeres egy taktikai lámpa? A Varjorix le sem tagadhatta, hogy milyen célra tervezték. Már az első kézbevételkor érezni, hogy ebben van anyag. Az egész lámpáról elmondható, hogy nem spóroltak az anyagon. A fej elején egy agresszíven fogazott acélgyűrű található, ami elképesztően kemény. Önvédelmi szituációban ez a kialakítás segít a fogások bontásában, illetve a megfelelő pontokat ütve komoly sérüléseket tudunk okozni a támadónak. Vészhelyzet esetén a biztonsági üveggel is könnyedén elbánik. Ugyanakkor ez a gyűrű rögzíti a 3 mm vastag keményített ásványi üveget is. Ettől a Varjorix kevésbé sérülékeny. Véd az ütődésektől és a karcolásoktól, de azért airsoft a belőhető. Aki ilyen célra szeretné használni, az feltétlenül gondoskodjon kiegészítő védelemről. A fej belsejében egy természetes fehér árnyalatú Cree XHP 35 HI LED található. Elképesztően világít. A fej külső részén hűtőbordák futnak, ami részben gátolja a lámpa túlmelegedését, részben szinte elpusztíthatatlanná teszi a lámpát. Jó kompromisszumban növeli a masszivitást, mégsem túl súlyos a fej. A test a fejnél található gyűrűnél kezdődik. Nincs túl bonyolítva, egyszerű, vastag és csúszásmentes. Többféle szerelékkel is kompatibilis. A markolat felső harmadánál kezdődik a klipsz. Ez egy bemarásba illeszkedik és egy anti-roll taktikai gyűrű rögzíti. Teljesen stabil megoldás, nem fog véletlenül kipattanni. Mégis gyorsan, szerszám nélkül cserélhető, sőt akár levehető. Ezután több gumigyűrű következik, ami meggátolja, hogy víz kerüljön a szerkezetbe. A zárókupak egy bonyolultabb történet. A lényeg, hogy ez az olajt legújabb taktikai kapcsolója. Teljesen fémből készült, nagy átmérőjű és könnyen kezelhető. Két nyomásponttal rendelkezik. Mágneses, ezért acél felületekre fel tudjuk tapasztani. Mivel fejnehéz az erősítések miatt, csak függőlegesen működik a dolog. Továbbá a kupakon keresztül tudjuk tölteni a lámpánkat. Összességében sokkal jobb megoldás, mint a hagyományos műanyag vagy gumiborítású kapcsolók. Ez nem fog elöregedni vagy elkopni. Méretét tekintve pont a határon mozognak, még belefér az LDC kategóriába. Kezelése pofon egyszerű. A lámpán egyetlen kapcsolót találunk, ezzel vezérlünk mindent. A takarékos fokozat a gyakorlatban 300 lument jelent, a turbó fokozat pedig 2000 lument. Ideális körülmények között 560 méterre is elvilágít. Nem csoda, hogy egyre több vadász fedezi fel és megelégedéssel használja. Átlag felhasználásra ez a teljesítmény bőven elegendő. Mivel kicsi és könnyű, jobban lehet vele mozogni, után keresni. A fegyver súlypontját sem változtatja meg drasztikusan. Röviden összefoglalva, profi tekintélyparancsoló lámpa. Az egyik, ha nem a legjobb taktikai lámpa a piacon. Tartós használatra tervezték, igazán komoly behatásoknak is ellenáll. Nagyon sokat elmond a konstrukcióról, hogy 5 év forgalmazói jótállással rendelkezik. Rendészeti szervek dolgozóinak, biztonsági területen dolgozóknak, vadászoknak ajánlom, és természetesen azoknak, akik szeretnének egy nagy fényerejű, masszív taktikai lámpát. Hozzáteszem, a vadászok jobban járnak, ha egyből a Pannon vadászszettet választják. Abban minden megtalálható, ami egy vadásznak kell. A Varjorix jelenleg 44.900 forint. Keresétek a Lejc Hungáriánál!